Ezek a felvételek a Táncház mozgalom hajnalán készültek. Tímár Sándor koreográfus, a mozgalom egyik elindítója, éppen a néptánc alaplépéseit mutatja. A cél az volt, hogy bemutassák és továbbadják a fiataloknak a népzene és a néptánc hagyományait. A Táncház mozgalom idén 50 éves. Február 2-án az elmúlt 5 évtized legfontosabb pillanatait elevenítik fel a Pesti Vígadóban. A Magyar Művészeti Akadémia Módszertani és Művészetelméleti Kutatóközpontjának konferenciáján arra is rávilágítanak a szervezők, miként él tovább napjainkban a Táncház mozgalom. Eljutottunk odáig 50 év alatt, hogy ma már alapfokon, felsőfokon, középfokon, az oktatásban is oktatják a táncot, a zenét, a muzsikát, és a Csóri Sándor program keretében hatalmas támogatásban vehet részt, pályázhat. Ennek a kuratóriumnak a tagjaként azt mondhatom, hogy 1100 szervezet pályázik sikeresen ebbe a programba. Körülbelül azt jelenti, ezek túlzott számok, kicsit kerekítve van, hogy hangzatos legyen, de nem áll messze az igazságtól. Körülbelül 1 millió ember táncol és muzsikál a Kárpát-medencében, de a Táncház mozgalom az átlépte a földrajzi kereteket. Az MMA Módszertani és Művészetelméleti Kutatóközpontja idén tavasszal nem csak a Táncház mozgalom elindulásának fél évszázados történetéről emlékezik meg, de a II. Világháború kulturális reprezentációjáról és a 19.-20. század fordulóján kibontakozó új művészeti törekvésekről is. Az intézmény építészeti sorozatán pedig a vidéki és a budapesti építészet kapcsolata kerül a középpontba. A beszélgetéseknek a Budakeszi úti Hild Villa ad otthont. Azok a kollégáink, akik nagyon tudatosan vidéken maradtak, Bán Ferenc híres építészt idézve, akik tudatosan hányják magukra a földet, akik tudatosan nem hagyják ott a szülőhelyüket, és nagyon-nagyon tudatosan ott maradnak a saját helyükben, falujukban építészetet csinálni, ezek az építészek valahogy soha nem kerültek sorra, soha nem szólaltak meg. És ezt szeretnénk pótolni ebben az 5 részes sorozatban. A Magyar Művészeti Akadémia Módszertani és Művészetelméleti Kutatóközpontja a tavaszi programok mellett ismét elindítja ösztöndíj pályázatát is. Nagy öröm számunkra, hogy 2022-ben 5. alkalommal tudjuk meghirdetni az MMA Művészeti Ösztöndíj pályázatát. Február 7-én fog megnyílni az a lehetőség, ami valamennyi 18 és 50 év közötti magyar alkotó számára lehetőséget biztosít arra, hogy ösztöndíjat szerezzen valamennyi művészeti ágban. Tehát az építő művészettől, az irodalomon át, a képzőművészeten keresztül, a népművészetig összesen 9 kategóriában hirdettünk ösztöndíjakat. Az ösztöndíj 3 éven át bruttó 200 000 forinttal támogatja a művészeket. A pályázatra online lehet jelentkezni március 21-éig.